mai videóban megnézzük, hogy megéri-e az Nvidia 3080 10 GB-os változata. Megnézzük, hogy mi a változás architekturális szinten a Turing architektúrához képest. Beszélünk tuningról, fogyasztásról, PCI Express 3.0 és 4.0 különbségről, mekkora táp kell majd az új kártyához, na meg az úgynevezett rohadék scalping sem maradhat ki a videóból, mert ők az okai annak, hogy senki az egész világon nem veheti meg ezeket a kártyákat normális áron, úgyhogy semmiképpen nem maradhat ki ez az információ ebből a videóból. Nem is húznám tovább az időt, rengeteg mindent kell átbeszélnünk ma, csapjunk bele egyből. Először is beszéljünk az architekturális változásokról, mi az, ami változott az Ampere architektúrával a Turinggal szemben. Igazából szinte semmi. Az, hogy ilyen hatalmas, óriási számokat kapunk a kudakóroknál, ilyen hány ezer, meg olyan hány ezer, az lényegében az égvilágon semmit nem jelent. Azért duplázta meg az Nvidia a kudakóroknak a számát, mert most már kudakóronként kettő lebegőpontos számítási, kettő 32 bites lebegőpontos számítási pipeline helyett most már négyet kapunk. Szóval lényegében ezzel az architekturális változással a lebegőpontos számításokat, a 32 bites lebegőpontos számításokat, azaz az FP32-es számításokat, most már négy úgynevezett pipeline, azaz ilyen, hát nem is tudom, hogy fogom, az autópályán fogjuk tudni megoldani azokat párhuzamosan. Viszont SMN-ként ugyanannyi kudakor van, igazából az architektúra szinte semmit nem változott, annyi, hogy egy 8 nanométeres gyártás technológiával lett az egész megoldva, az előző 12 nanométer helyett, de ez a 8 nanométer is csak egy marketinges átnevezése, valójában egy 10 nanométeres Samsung gyártás technológiának. Úgyhogy, papíron nagyon jól néz ki, hogy hány ezerrel több kudakort kapunk, mint ezelőtt, de lényegi változás nem sok van azon kívül, hogy kettő FP32-es pipeline helyett most már négyet kapunk. Jó, oké, ez azért nem teljesen igaz, mert a 2080 Ti-hoz képest nem egész 10 milliárddal több tranzisztort kapunk itt most a hűtőborda alatt, de ez a plusz 10 milliárd tranzisztor ugye magában foglalja az RT és Tensor kórokban foglalt tranzisztorokat is, úgyhogy a sima, nem ray tracinges rasterizált játékokat ezek a számok igazából nem befolyásolják, úgyhogy ugyanoda kanyarodnék vissza megint, architekturális szinten azoknak az embereknek, akiknek nem a fő szempont a ray tracing, lényegi változást nem igazán hozott magával a 3080, nincsen architekturális szinten semmi forradalmi változás, annyi, hogy a ray tracinges RT kórok meg a Tensor kórok meg lettek nyomva, és egy nagyon picit fejlődött a sima CUDA kóroknak a száma és azoknak a működése. De majd erre visszakanyarodunk később, hogy ez kinek és miért fontos, most beszéljünk arról, hogy a 3080 erőben, nyers erőben hol van egy 2080-hoz és egy 2080 Ti-hoz képest. A TechSpotról hoztam nektek rengeteg játéknak a benchmarkját, 2K és 4K felbontáson egyaránt, úgyhogy ezeket itt hagyom nektek egy kis zenével, aztán utána átbeszéljük őket.
Na megvan az oka annak, hogyha most kérdeznéd magadtól, hogy mi az istené volt ilyen sok játéknak az FPS értéke kint a képernyőn, az azért van, mert ha végignéztétek az összeset és figyeltetek is a számokra, akkor láthatjátok, hogy minél alacsonyabb a felbontás, annál kisebb az előnye a 3080-nak, és emellett függően attól, hogy melyik játékról beszélünk, van olyan, hogy az égvilágon semmi különbség nincs, egy 2080 Ti-hoz képest mondjuk, de olyan is van, hogy jelentős a különbség. Hogyha a 2080-nal szemben nézzük a 3080-at, akkor ugye az Nvidia azt mondta, hogy ez 100%-kal lesz gyorsabb, mint egy 2080, aztán végül is kiderült, hogy ez csak akkor igaz, és ők arra értették, csak elfelejtették megemlíteni mindenki másnak, hogyha Quake 2-t vagy Minecraftot tolsz RTX-el, akkor kétszer gyorsabb a 3080, mint a 2080. Érdekes, hogy a bemutató után nem tudom mennyi időnek el kellett telnie, hogy ez az info napvilágot lásson a Linus Tech Tips videójának a segítségével, ez kurva gáz, és egyáltalán nem is igaz. Mert megmondom az őszintét, hogy ahhoz képest, hogy mi azt hallottuk a konferencián, hogy 100%-kal lesz gyorsabb, azaz kétszer olyan erős lesz egy 3080, mint egy 2080, ez egyáltalán nem igaz, és ez fölöslegesen túl magasra tette az emberek elvárását ezzel a kártyával szemben, és ugye most, ahogy láttátok ezeket a képeket, kiderült számotokra is, hogy egyáltalán nem erről van szó. Ha a Techspoton tesztelt 14 játéknak az átlagát nézzük, 2K felbontáson, akkor a 3080 47-es, 47%-kal gyorsabb a 2080-nál, a 2080 Ti-jal szemben pedig 21% az előnye 2K felbontáson. Ha 4K-ban nézzük ugyanennek a 14 játéknak az átlagát, akkor a 2080-hoz képest a 3080 előre most már 68%-ra dagad, a 2080 Ti-jal szemben 4K felbontáson pedig 31%-kal gyorsabb a 3080, és itt ugyanaz érvényes, mint ami a játékoknál volt a játékok FPS értékeinél, hogy minél nagyobb a felbontás, annál nagyobb az előnye az új kártyának a 4 FP32-es pipeline miatt, mert a nagyobb felbontás ezt az architekturális változtatást sokkal jobban ki tudja használni, mint az, hogy alacsonyabb felbontáson használjuk ugyanezeket a kártyákat, mert még akkor is ugyanezt a tendenciát láthatjuk, hogyha egyáltalán nem beszélünk CPU bottleneckről. Szóval a processing nem fogja vissza a videókártyát, az szabadon szárnyalhatna, ameddig ő elér, de sajnos úgy néz ki, hogy ez az FP32-es változtatás az alacsonyabb felbontásokra nem igen van hatással, vagyis hát nem akkora mértékben, mint 4K-ra. Ez egyébként lehet az architektúra, vagy az éretlen driverek miatt is, de eddig úgy néz ki, hogy annak éri meg igazán ez a videókártya, aki 2K vagy a fölötti felbontáson szeretné használni, bár mondjuk az is igaz, hogy nehezen tudnám elképzelni, hogy valaki vesz magának egy 380 ezer forintos videókártyát azért, hogy Full HD monitorral használja. Na, most már láttuk, megbeszéltük, hogy rasteres játékoknál milyen FPS különbségekre számíthatunk a 2080-hoz és a 2080 Ti-hoz képest. Ja, még azt elfelejtettem mondani, hogy ha valaki a 2080 Superhez képest szeretné tudni az előrelépést a 3080-on, akkor vonjon le 5%-ot a 2080-nak a különbségéből, szóval akkor 47% helyett ugye 42%-kal gyorsabb a 3080 a 2080 Supernél, mert a 2080 és a Super változat között körülbelül 5% volt az előrelépés. Szóval oké, tudjuk, hogy rasteres játékok mi a helyzet, de mi van a Ray Tracing-gel és a DLSS 2.0-val ezeken az új kártyákon, mert ugye az Nvidia-nak a konferenciáján láthattuk, hogy ennyivel gyorsabb a Ray Tracing, ennyivel durvább a Tensor Core, de ez a való világban mit is jelent valójában, meg hát ugye ja, az a 100%-kal gyorsabb a 2080-nál is kettő specifikus helyzetre volt igaz, amit elfelejtettek megemlíteni, úgyhogy inkább nézzük meg a számokat, mint hogy az Nvidia-ra hallgatunk. Ha Metro Exodus-szal teszteljük a Ray Tracing, amit a Hardware Unboxnak a videójából merítettem, akkor láthatjuk, hogy 92%-kal gyorsabb a 3080 a sima 2080-nál ebben a játékban, a 2080 Ti-nál pedig 40%-kal több FPS-t képes kisajtolni magából, ugye bekapcsolt RTX-el 2K felbontás mellett. 4K-ban már kicsit más a helyzet, itt DLSS nélkül 48 FPS-re képes mindössze a 3080, ha az RTX be van kapcsolva, ami azért eszméletlen óriási különbség ahhoz képest, hogy 4K-ban, ultrán 124 FPS-sel vitte a játékot, harmadába lett vágva az FPS azzal, hogy bekapcsoltuk az RTX-et. A DLSS itt amúgy nem sokat segítene, mert a Metro nem rendelkezik DLSS 2.0 támogatással, csak és kizárólag az első verzió van implementálva a játékba, és arról pedig már jól tudjuk, hogy az egy az egyben használhatatlan volt. Itt nem emelném ki külön, hogy a 3080 mennyivel gyorsabb a többi kártyánál, mert mindenhol eszméletlenül gyatra az FPS, úgyhogy totál mindegy. Na de nézzük meg, mi van akkor, hogyha egy olyan játék
után szeretnénk teszteni a Ray Tracinget, ami már támogat DLSS 2.0-át, ami nem más, mint a Control. Ha ismételten megnézzünk egy grafikont a Hard Runboxnak a csatornájáról, akkor láthatjuk, hogy a Control 4K felbontás mellett, hogyha a Ray Tracing és a DLSS 2.0 is be van kapcsolva, akkor már képesek vagyunk 60 FPS-sel játszani, ami ugye a gamereknek az elfogadott abszolút minimum a folytonos sima játékmenethez. Ha lejjebb megyünk a grafikonon és megnézzük a 2080 Ti-t, akkor még DLSS bekapcsolás után sem értük el az 50 FPS-t, a 2080 pedig egyszerűen használhatatlan volt bármilyen Ray Tracing-es feladatra. Ha átmegyünk 2K felbontásra, Ray Tracing és DLSS kombóval már 111 FPS-ünk van átlagosan, 96 FPS-es minimummal, ami azért már eléggé játszható, és igazából ebből a két grafikonból az látszik, hogyha valaki szeretne magának 3080-at és szeretné használni a Ray Tracing opciót, akkor egyelőre a 2560x1440 lesz az a felbontás, amin az új kártyákkal most már ezt úgymond kényelmesen tudja majd használni. Az utolsó játék, amit itt a Ray Tracing-es résznél említenék meg, az nem más, mint az új Fortnite update. Az új Fortnite update Ray Tracing-es és DLSS 2.0 támogatást is hozott magával, és az RTX-nek mindenét hozta magával az új Fortnite update, szóval aztán be lehet nyomni mindent, az árnyékokat, tükröződés, global illumination, amit csak akarsz. Viszont amikor ezt az ember bekapcsolja, szóval te az összes RTX-es effektet mindent szeretnél, és egy új, fényes, csillogó, vadonatúj 3080 van a gépedbe, még akkor is, amikor a DLSS 2.0 be van kapcsolva, 42 FPS-ed lesz átlagban, de 27-re is le fog ugrálni az a játék. Atya ég! Atya ég. Jó, oké, ez 4K felbontásnál, de akkor is 135-ről, DLSS-szel 135-ről Ray Tracing nélkül 42-re ugrunk vissza. Nagyon durva. Az 1440p-ben már kicsit más a helyzet. Itt, hogyha bekapcsoljuk a DLSS 2.0-át, Ray Tracing nélkül, akkor kapunk 212 FPS-t 134-es minimummal, viszont hogyha erre bekapcsoljuk a Ray Tracing-et is ugyanúgy DLSS-es kombóval, akkor 76 lesz az átlag FPS-ünk. 212-ről 76 lesz, és ez 2K felbontásnál, gyerekeket, irgalmatlan, hogy mennyire megdolgoztatja még mindig a videókártyát az RTX, és ebből látszik, hogy igazából itt sem történt nagy előrelépés, mármint maguk az RT-kórok nem lettek fejlett tebbek, annyi, hogy több van belőlük, de ezekből az RT-kórokból a jövő generációkon sokkal többnek vagy fejlettebbnek kell lennie, hogy a Ray Tracing még akár DLSS-szel bekapcsolva is, azzal boostolva is játszható legyen high refresh rate monitorokon, mert azért nem hiszem, hogy valaki tényleg egy közel 400.000 forintos kártyát szeretne magának vásárolni azért, hogy ilyen 60-70 FPS-sel játszom. Biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan játékok, ahol oké lesz az FPS RTX onnal, de ez nyilván attól is függ, hogy mennyi RTX-es effektet fog tartalmazni maga a játék. Én szerintem ez a technológia, hiába előrelépés a 3000-es széria, még mindig gyerekcipőben jár, és ilyen adatokkal nem igazán látom magam előtt azt, hogy ezt a technológiát, a Ray Tracinget magát rengetegen úgy fogják gondolni, hogy na most nekünk ezt be kell tenni a játékba, mert ez olyan jó lesz. Úgyhogy én ugyanolyan lassú RTX terjedésre számítok játékfejlesztési oldalról. DLSS 2.0-val már kicsit más a helyzet. Azt bekapcsolja az ember, akkor azért jócskán megnőhet az FPS-e, és a képminőség az egyáltalán nem változik, vagy csak nagyon-nagyon minimálisan, hogyha tényleg lassan sétálsz végig egy pályán, és az utolsó kerítés darabot is közelről megnézed, akkor nyilván találhatsz anomáliákat, de ahhoz képest, hogy az 1.0 mennyire szar volt, a 2.0 teljes mértékben használható és javítja az FPS-ét, azaz a játék élményét a játékosoknak, úgyhogy ez mindenképpen pozitívum. Az RTX az nekem még mindig egy ilyen Na fasza, RTX-et letudtuk, nézzük meg, hogy van-e különbség akkor, hogyha én ezt a kártyát, annak ellenére, hogy ez PCI Express 4.0-át támogat, romlik-e a teljesítmény akkor, hogyha én ezt egy PCI Express 3.0-ás slotba rakom bele. Na hát, ez sem lesz az a táblázat, amit szarrá fogunk részletezni. Ha megnézzük a számokat, akkor teljesen mindegy, hogy PCI Express 3.0 vagy 4.0 slotba rakod bele ezt a kártyát, mert a különbség a két slot sebessége között teljes mértékben elhanyagolható, és ugye minél magasabb a felbontás, annál kisebb a különbség a két PCI Express generáció között. Szóval összefoglalva egy mondatban, ha PCI Express 3.0-as az alaplapod és 3080-at szeretnél, emiatt nem kell azonnal fejbe szaladni a boltba és egy PCI Express 4.0-val rendelkező alaplapot lerántani a polcról, simán jó vagy a 3.0-val.
utolsó kártya tulajdonság maradt hátra, az pedig az, hogy ez a 3080 mennyit is eszik valójában. Több helyen is utána jártam ezt a számot kutatva, és mindenhol olyan 320 és 330 watt között van a kártya gyári beállítások mellett, viszont hogyha már tuningoljuk is a kártyát, akkor olyan egészen 370-380 wattig is felmehet a kártyának a fogyasztása, ez csak és kizárólag a kártyának a fogyasztása, viszont ha megnézzük a Hardware Unboxnak a mért adatait, akkor láthatjuk, hogy a teljes rendszer egy 3950XL, a teljes rendszer 523 wattot fogyasztott, szóval hogyha egy 650-es tápod van, és ez az 523 watthoz hozzáadjuk azt a plusz 60 wattot, hogyha te mondjuk szeretnéd tuningolni is a kártyád, akkor is beleférsz a 650 wattos tápba, és itt el kell mondanom, hogy kérdeztem az SPC-seket, hogy az RTX 3000-es sorozat miatt terveznek-e valami más, újabb, nagyobb, erősebb tápot kiadni. Küldtek nekem egy videót, ahol egy 10900K-val egy 3080-at tesztelnek a Supremo FM2 750-es 80 plusz goldos saját tápjukkal. Ugye ezt már rengetegszer hallottátok, hogy emlegetem ezt a tápot a csatornán, mert valami eszméletlen jól teljesít, és simán órákon keresztül tesztelték, semmi nem melegedett fel annyira, hogy attól parázni kéne, vagy valami. Szóval, hogyha valakinek 750 wattos Supremo FM Gold tápja van, akkor aztán 10900K-val is használhatja ezt a videókártyát, nem fogja felrobbantani azt a tápot. Eszméletlen erős és hatékony a 12 voltos ága, ennek a tápnak, és ugye a 12 voltos ág az, ami táplálja a kártyát. Semmi okotok nincs az aggodalomra, azt hiszem 95% fölé is el szokott menni a 12 voltos ágon a hatékonyság, ami azért nem gyenge. Megmondom az őszintén, miután mondták nekem ezeket az adatokat, nem lepődtem meg, bármilyen SPC cuccot teszteltem eddig, az mind jó volt. Na, és akkor beszéljünk egy kicsit a videókártyának az áráról, meg arról, hogy miért nem lehet megvenni ezt a kártyát, miért nincsen sehol. Ennek, amit a videó ellen is említettem, ennek az oka az úgynevezett scalping. Bármilyen termék kerül kiadásra, ami körül nagy a hype, akkor ezek az úgynevezett scalperek minden alkalommal azt csinálják, hogy a pre-order azonnal, abban a pillanatban, hogy a pre-order elindul, botokkal ők megpróbálják felvásárolni az összes létező terméket az egész világon mindenhol, és nekik ezekre a termékekre az égvilágon semmi szükségük nincs, ezek egymás hegyén hátán fognak állni egy szobában addig, amíg az eBay-es hirdetéseken keresztül ilyen százszoros, ezerszeres áron meg nem szabadulnak ezektől a termékekről. És ez az Nvidia 3000-es szériá sem volt másképp. Ahogy elindult a pre-order, egy másodperc múlva ráfrissítettél a weboldalra, és azonnal kiírta, hogy minden elfogyott. Undorító, féreg, kabzsi, rohadék kis... nem is megyek bele, mert csak fölbaszom magam. Ha fölmentek az eBay-re, bármelyik ebay.com, ebay.de, teljesen mindegy, ilyen 60-70-80 ezer dollárokért láttok fönt 3080-akat, és a szomorú az egészben az az, hogy basszik, nem is tudom hányat eladtak ilyen áron. És ezek a rohadékok azok elől felveszik a kártyát, akiknek szüksége lenne rá, csak azért, hogy azokat az embereket le tudják húzni, akik eleve megvették volna ezt a kártyát normális áron. Na és ezek a rohadék scalperek miatt, ugye az árak az egekben, hiány van, az Nvidia kiadott egy Q&A-t, egy ilyen kérdez feleleket, ahol elnézést kértek azért, hogy botokkal megengedték, hogy botokkal felvásárolják az egészet, amit egyébként már az idők kezdete óta így van, a faszért nem lehet ez ellen védekezni valahogy. Miért nincs erre valami kormány általi reguláció? Lényeg, az Nvidia bocsánatot kért, és valami több száz bot által leadott rendelést töröltek, még mielőtt kiküldték volna a kártyákat, de annyit mondtak csak, hogy a következő hetekben minden héten megpróbálnak kártyákat dobni a piacra. Ez sajnos nem tudom, hogy mit jelent Magyarországra nézve, nem tudom, hogy mikor kerül majd itt a boltokba, nem tudom, hogy milyen áron kerül majd itt a boltokba. Olyan 320 és 380 ezer forint körül van a 3080, ahogy eddig láttam én, függően attól, hogy milyen hűtésű kártyát szeretnél magadnak. Egyébként a Hardware Unbox tesztei alapján a TAF, az Asus TUF, az Asus TAF 3080 nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült, és úgy néz ki, hogy tanultak az 5700 XT-nél elkövetett balfasz hibáikból, ahol igazából olyan hűtőbordát raktak a videókártyára, amivel szerettek volna téged átverni. Rohadékok, mi? Na mindegy, tanultak a hibáikból, ha valaki a TAF verzióra megy rá, az nagyon-nagyon-nagyon penge kártyát tudhat majd magának, hogyha ez egyszer majd elérhető lesz, emberileg megfizethető áron, úgyhogy még a veséd is megmaradjon. Külföldön egyébként ez a 700 dolláros vételár, ami olyan 210-20 pár ezer forintot jelent,
jelentett, most már a scalperek miatt $800-850 körülire ment fel ez az ár, és $700-ért sehol nem kaphatóak ezek a kártyák. Sokan emlegették azt is, hogy lehet, hogy ebbe az Nvidia-nak a keze is benne van. Hát megmondom az őszintét, hogy én sem zárkózok el ez a gondolat elől. Nagyon remélem, hogy ez a botokkal való felvásárlás, ez szabályozva lesz a jövőben, és ezt nem fogják megengedni, mert undorító az, hogy valamit megvesz az ember $700-ért, és utána fölrakja 60 meg 70 ezer dollárért, tehát hülye vagy. A szép az egészben egyébként az, hogy emberek megelégelve ezt már elkezdtek olyan botokat írni, hogy hamis rendeléseket adjanak le ezeknél az embereknél eBay-en, és fölöslegesen ugye pazarolva az ő idejüket foglalja le a kártyát egy bizonyos időre, aztán amikor lejár a fizetési határidő, akkor mondja le a rendelést, úgyhogy ezeknek az embereknek én egy kitüntetést adnék, valamint a legmagasabb medált, öcsém. Úgyhogy a lényeg ennél a résznél, a scalperek azok szívjanak le, az árakról egyelőre semmit nem tudni. Na most, hogyha ezt az Asus TUF kártyát, ha jól emlékszem, akkor ezt az Asus TUF kártyát olyan 370 ezer forint körül láttam az interneten. Ha megnézzünk egy 2080 Super, aminél ugye olyan 42%-kal gyorsabb a 3080-as TUF verzió, mint ez, amit itt láttok a képen, és ugye hasonló csúcsminőségű hűtéssel rendelkezik. Jó, nyilván nem olyan drága, mint egy Strix, de TUF verziót nem találtam 2080-ból se Superből, úgyhogy ez a legközelebbi kártya, amihez hasonlítani tudunk árakat. Szóval, 296.730 forintért van a Compcare-nél, szóval akkor az 296.730 forintról mennyi az ugrás, hogyha én ide beírom az új távkártyának a 370 ezeres vételárát, nem egész 25% prémiumot kell fizetni egy olyan kártyáért, amin 2 GB-tal több VRAM van, az a VRAM az gyorsabb is egy kicsivel, és a kártya is gyorsabb, olyan 42%-kal, hogyha 2K felbontásról beszélünk, és ugye sokkal gyorsabb, olyan 60-63%-kal gyorsabb, hogyha 4K felbontásról beszélünk, viszont 4K-ra nem igazán jó ez a videókártya, mert nagyon hamar ki fogsz futni VRAM-ból, és emiatt egyáltalán nem rendelkezik a kártya jövőbiztossággal, de hogyha a 2K-t veszük alapul, ahol ez a kártya brillírozhatna, és még úgy, ahogy jövőbiztosságot is hordozna magával, akkor 42% az, amivel ez a kártya gyorsabb lenne, de csak, idézőjelesen csak 25%-kal kéne többet fizetni érte. Na most akkor már kevésbé jó az ár, hogyha azt is megnézzük, hogy külföldön $700-ért ezt megveheti valaki, de hát most ez van. Át kell hozni Európába, vám, áfa, a boltoknak is keresnie kell rajta, ez sajnos ilyen. Én szerintem drága a kártya, de hogyha szárazon a számokat nézzük a teljesítménnyel szembe, akkor azt lehet mondani, hogy nem rossz a vételár, azaz nem rossz az ár-érték arány jelen pillanatban, amit a 3080 képvisel, hogyha ez az ár így marad, és a scalperök miatt Magyarországon nem fog feljebb menni a vételár nyilvánvalóan. Arról nem beszélve, hogy már most lehet hallani a 3070 és 3080 Super. Erről. A 3070 Super majd 16 GB memóriával fog boltokba kerülni, a 3080 Super pedig ugyanúgy, mint ahogy a 8 GB-ról 16-ra duplázunk, a 3080-nál 10 GB-ról 20 GB-ra fog duplázni az Nvidia. Ezekről a kártyákról egyelőre nem lehet tudni, hogy ezek mikor fognak boltokba kerülni, de 100%-ig biztos vagyok benne, hogy csak akkor dobja ki ezeket a kártyákat az Nvidia, amikor már az AMD nyomást fog gyakorolni rá, azaz október 28-án lesz az RDNA 2-es videókártyáknak a beharangozása, valamikor november közepe felére számítok a boltokba kerülésre, hogyha ezek a kártyák majd több VRAM-mal rendelkeznek, mint az Nvidia kártyái, akkor biztos vagyok benne, hogy egy kicsivel előtte megpróbálja majd az Nvidia ezeket a szuperjelzésű kártyákat kidobni a piacra 16 és 20 GB VRAM-mal, és akkor már én is érdekelt leszek abban, hogy szerezzek egy ilyet magamnak. Egyelőre most itt a videó végén az összefoglalásnál nem igazán tudok mit mondani, hogy ez a kártya megéri-e vagy sem. Ha marad a 370 ezres ár, akkor azt mondom, hogy megéri, ha nem marad a 370 ezres ár, akkor nyilván függ attól, hogy mennyire fog eldurvulni az ár, de jelenleg a 2080 Superhez képest ár-érték arányban a jelenlegi számokkal, a Hardware Unboxnak és a Techspotnak a tesztei alapján kijelenthetem, hogy rasteres játékokra jó, Ray Tracingre már kevésbé, de hogyha az ember 2K-ban gondolkodik, akkor még a Ray Tracing is lehetséges, hogyha az a játék, amivel Ray Tracing
tracinget szeretnél használni, támogatja a DLSS 2.0-át. Én azt mondom, hogy így, hogy sehol nem kaphatóak ezek a kártyák, mindenféleképpen várni kell. Ez jó is így, mert legalább látni fogjuk azt, hogy az AMD az mivel áll elő az RDNA 2-es architektúrával, milyen kártyákat fognak piacra dobni, azokat milyen áron fogják kiadni, és így, hogy látni fogja majd mindenki a teljes rendelkezésünkre álló palettát, úgy fogjuk tudni meghozni a lehető legjobb döntést, mert ismerni fogjuk a teljes spektrumát a videokártyáknak a piacon karácsony előtt, úgyhogy megéri a 3080, de egyelőre nem ajánlom senkinek, hogy megvegye, még akkor se, hogyha valahogy valamilyen isteni csoda folytán az mondjuk sikerülne neki. Ennyi fért volna a mai videóba. Remélem tetszett a mai content, és a 3080-as videokártyával kapcsolatban minden kérdésedre választ kaptál. Hogyha igazán nagy faszú nézőm vagy, és ennek az újabb hosszú videónak is eljutottál a végére, akkor kérlek tudasd velem azzal, hogy kommentben megírod nekem azt a szót, hogy akusztikus szivacs. Ha tetszett a mai content, akkor kérlek jutalmazd meg egy lájkkal és egy megosztással, mert ezekkel rengeteget tudtok segíteni a csatorna előrehaladásában, teljesen ingyen. Ha hasznosnak találod azt, amit itt a YouTube-on csinálok, és emiatt támogatni szeretnél, akkor van lehetőséged ellátogatni a Subscribestar oldalamra, vagy van lehetőséged itt a YouTube-on megnyomni a csatlakozás gombot, és ezzel segíteni a munkásságomat. Iratkozz fel, hogy jövőben egy ilyen videóról sem maradj le, és ha már arra jársz, akkor egy fogpiszkálóval szúrd keresztül annak a rohadék harangnak a dobhár. Szegény harang. Dehogy szegény. Most pedig következzen az összes támogatóm listája, akár itt, akár Subscribestaron, akár Twitchen támogattok, srácok. Nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok mindegyőtöknek a támogatásért. Köszi, és szép napot!